Közel 40%-kal nőtt a város vagyona az elmúlt évek alatt, és ebben jelentős szerepe van az ipari parknak, ahol ma közel 600 munkavállaló keresi a kenyerét. A projektzáron a város vezetői bejelentették, a beruházás folytatódik a következő esztendőben, további 5 cég települ majd ide. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár azt mondta, az a gazdasági fejlődés, mert az országban tapasztalható, Bonyhád térségén is jól kimutatható. 2014 óta látjuk azt, hogy milyen gyors gazdasági fejlődés jellemzi Bonyhádot, illetve a közvetlen térségét, több száz munkahely jött létre, illetve a következő csarnokok is nem sokára megindulnak, illetve az építésük megindul. Ahhoz képest, hogy 2002 környékén a munkanélküliségi mutatók jóval meghaladták a 11%-ot, ma a megyében leggyorsabban fejlődő gazdasági térség Bonyhád környéke, tette hozzá az államtitkár. Stabil gazdaság nélkül nem lehet jó várospolitikát vinni, mondta Filóni Ferenci Bolya polgármester. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy város jól működjön, de alapvetően a legfontosabb szempont, hogy olyan jól működő vállalkozások legyenek a város területén, amelyek nagyon sok munkahelyet biztosítanak, és amelyek jól prosperálnak, hiszen az iparűzési adóbevétellel teremtjük meg azokat a forrásokat, saját városi forrásokat az önkormányzat a város számára, amelyből egyéb közéleti célokra lehet fordítani. A beruházáshoz felvett hitelt a város 3 évvel a futamidő lejárta előtt vissza fogja fizetni. Az akkora tulajdonába kerülő mű értéke 460 millió forinttal növeli majd Bonyhád város vagyonát.